Tudom, srácok, ez már a 7. Red Alert 2 videó, és még a szovjet hadjáratot sem vezettük végig. Azért van, mert elsősorban arra törekszem, hogy a játék bemutatóim hasznosak legyenek. Hogy a világ minden polgára megértse, hogy egy Tesla Trooper mennyire hatékony tud lenni. És persze, hogy a kevésbé rommel nézők is megértsék, hogy mire való egy-egy épület, egy-egy tank, egy-egy katona, és mik ezek a rejtett dolgok a játékban, mint a Westwood effektus, mielőtt valami nagy okos, ebből is fikázós videót csinálna. Ők össze-vissza passzolgatnak, de ők nem. Ők össze-vissza passzolgatnak, de ők nem. Remélem, ezután senki nem csinál majd ilyen éges magad home videót erről a játékról. Más. Örömmel jelentem, a Kressz vizsgát sikeresen elcsesztem. Mert hülye is vagyok, meg mert kb. Úgy leszarom a személygépkocsi vezetést, de tényleg, annyira nem érdekel. Foglalkozunk is értelmes dolgokkal, például a Red Alert 2. Ismét továbbfejlődünk. Júj, már alig vártam, hogy rátehessem a mocskos kis mancsomat erre a kis aranyosra. Végítélet a neve. A legerősebb harckocsi az egész játékba. Körbeforgó tornyára két iszonyú tűzerejű ágyú van felszerelve, és repülő bizbaszokat is tud lőni rakétákkal, ami szintén nagyon jó, bár kicsit későn ér célba. A páncélzata meg akár a gyémánt. És itt a 7. küldetésben már gyárthatjuk őket, hiszen van harci laboratórium, az kell hozzá. Ezen a pályán is vannak elrejtve titkos dolgok, esetleg titkos események. Itt például egy néphűjítő teherautó van, ami a civileket megpróbálja ellenünk fordítani sikerrel. Ha szétlőjük, egyből látni fogjuk az egész térképet, és még ajándékot is kapunk. Egy kis lóvé, az mindig jól jön. Mindeközben a Kreml falai között furcsa dolgok történnek. Romanov elnök állítólag megbetegedett. És Vlagyimir medve batyuska tengernagy merényletet kísérelt meg ellene. Tehát most Yuri székel az orosz parlamentben. Mármint nem úgy székel, na. Tehát elmondja, Vlagyimir bátyuskának nagyon megtetszett a kapitalista életmód. Pénz, nők, stb. Ki kell iktatnunk az árulót az egyenletből, egyszer és mindenkor. Innentől tehát az ő parancsait teljesítjük. Nagyon könnyű küldetés ez is, és ez az első alkalom, hogy a saját oldalunk ellen harcolhatunk. Itt egyből kétféle orosz csapat is van, hogy nehezebb legyen a játék. Kössük össze a kellemeset a hasznossal. Interkulturális tanulmányok. Szétszúzzuk a nevezetes épületeket, és jutalmat kapunk érte, jó sok pénzt. Májjáj, Tesla trooperek, hát ezek ellen semmit nem ér a tank. Nem csak a Westwood effektus miatt, ezeket ugye nem lehet eltaposni. Desolator ready. Spread the doom. There goes the neighborhood. Erre a nevezetes épületes dologra a notórius pusztítók, hát szóval én, elég hamar rájöhettünk. Katonáktól itt sem nagyon kell félni. Kapunk újfajta harcost is, egy nagyon speciális. Desolator, azaz kipusztító a neve. Hát jó magyar elnevezését láttam ennek is egy pár helyen. Desolátoros katona. Fúj! Na, mindegy, tehát ezek az új harcosaink. Nem, én nem ők vagyok, de akár lehetnék ők is. Figyeljétek, milyen klassz szövegekkel jelentkezik be. Reactor ready. Ready for meltdown. Reactor ready. Scorched Earth! Spread the doom! Hát simán lehetnék ők is. Reactor ready! Tök jól áll. Na rendben van. Nézzük meg pontosan, mi a fenét tudnak ezek a deszolátoros katonák. Egy különleges sugárvetővel vannak felszerelve, ami radioaktív sugárzást lő ki egy irányba. Íme egy szemléltető példa. Még a legerősebb katonákat is egyetlen lövéssel kis adag zöld radioaktív szmötyivé tudja változtatni. És már láthattuk az előbb, de most megmutatom külön nektek még egyszer a speckó támadást.
Ha rávisszük a kurzort, átváltozik ilyen négyirányú aranyszínű nyillá, ezzel lerakja a fegyverét és lenyitja az oldalfalait, mindenfelé radioaktív sugárzást permetezve szét. Minden egyes embert megöl a környezetében. És a tankokat is károsítja egy kicsit, de épületeket egyáltalán nem tud támadni, azt kell róla tudni. Bizony, ezek a deszolátoros katonák nagyon jók. Na rendben, fogjuk el végre az árulót, legfőbb ideje. Remélem, ez nem én vagyok. General, do not listen to Yuri's lies. He is not... Pay no attention, comrade general. Kicsit megmanipulálta Yuri a szellemi erejével. Nézzük, mi lesz a következő kis pályánk. Már alig várom. Ez a küldetés, ez a kedvencem, az az orosz hadjáratból, ezt nem mondanám, hogy a játékból. Ez ilyen, hogy mondjam, benne a bárány, kinne a farkas hadművelet lesz. A címe a kutya és a róka hadművelet. Miről van szó? Az amerikai elnök Dugan itt a texasi San Antonio városával sáncolt el magát. Hát először hagyományos módszerrel próbálják meg az oroszok kiűzni, de itt vannak ezek az elit amerikai tengerészgyalogosok, ezek egy lövéssel kinyernek bármilyen embert. Megint érkezett egy új üzenetem. Az elnök tökéletesen meg van győződve róla, hogy én, az én hadvezéri zsenimmel a közelébe se tudok férkőzni. Nem is lesz könnyű, de bár korábban már találkozhattunk vele, ismét itt vannak a pszichomókusok. Psycorps Trooper. Elmekontroll katonák, akiket Yuri a saját képmására teremtett. És nagyon-nagyon hasznosak. Amint látjátok, ha egy ellenségre rávisszük az egérmutatót, miután őt magát kiválasztottuk, kicsit megszugerálja, és már is az irányításunk alatt van az ellenséges katona. Vagy tank. Katonák és tankok ellen működik, nem csak ellenük. Gyakorlatilag bármit megmanipulálgathatunk vele. Itt például irányításom alá vontam egy civilt. Ha viszont mást akarok kiválasztani célpontnak, akkor az előzőt mentálisan szabadon kell engednie, úgyhogy az megy tovább a maga módján. És mivel Texasban vagyunk, oly markos cowboy legények vannak itt az utcákon, figyeljétek! Megmanipulálom egy picikét. És ezeket is tudjuk irányítani. Hát, haszna nem túl sok van, bár internetes játékokban nagy haszna lehet a civileket irányítgatni. Itt kevésbé. Nézzük, mi a tényálladék. Tehát, itt van elsáncolva az a kék öltönyös figura, akit az előbb láttatok, és akit mindjárt látni fogtok, ő az elnök. Körbe van véve ezekkel a prizmatornyokkal a bázisuk, amiknek a teteje így forog, mint a cirkussátor. Hasonló a mi Tesla tekercsünkhöz, ez égető fénysugarakat tud lövöldözni közepes távolságra. Nagyon veszélyesek. Van egy pár tank is, itt kutyás őrjáratok vannak mindenfelé. Itt van Texas világhírű épülete, az Alamo. Van néhány erőmű, ami biztosítja a légvédelemnek és a prizmatornyoknak az energiát. Van két titkos szolgálati ember, ezek nem túl lényegesek, és ott van ugye maga az elnök. És persze itt vannak ezek a szuperkatonák is. Rengeteg lehetőség van, komolyan. Ő be van zárva, mozdulatlanságra van ítélve, te pedig szabadon mozoghatsz és manipulálgathatsz mindenfélét az elme bajnokaiddal. Nagyon egyszerű pálya, és ez a kedvencem, mert annyi megoldási lehetőség van. A következő misszióban a viharkeltő berendezését fogjuk szétzúzni a szövetségeseknek, és valószínűleg befejezzük az orosz hadjáratot. Addig is minden jót nektek, srácok!